Azt hittétek, hogy itt leszek mi a helyett a puklinak a helyén, de nem, most átvertelek titeket. Na akkor mi lehet itt? Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és a mai videóban a ti kérdéseitekre fogok válaszolni egy jelenetes kérdezfelekben, és a szokáshoz híven, jaj, baszki, leesik itt az ágyról. Ma is pizsamanadrágban vagyok, ilyen jó kis favágó mintásban, de ne is húzzuk is az időt, jöjjenek is a kérdések. Miért vagy ilyen szőrös? Úgy nézel ki, mint egy ősember. Nem tudom, szerintem egészen oké, és ez a kis borosta most miért tapérolom magam? Oké, ezt hagyjuk is. Szóval, hát nem tudom, egy kommentben jelezhetitek, hogyha ez tetszik, de hát hogyha ez a véleményetek, akkor két leszek megborat. Várjatok, van itt valami az arcotokon. Hogy szedjem le. Jaj, már is jobb volt rajtatok egy kis gyúva, de semmi gond, ez mindenkivel megesik velem, például minden nap. Mit csinálnál, ha Kittivel testet cserélnétek? Egy kis suli utáni szundi mindig jó. Várjunk csak, miért szúr ennyire az arcom, pedig tegnap borotválkoztam. Úristen! Úristen! Undorító lettem! Kitty! Már megint egy buta dolgot csináltál? Várjunk csak! Csecse Kitty egy hülye! Mi van a táskádban? Nincsen táskám. Csak egy háti táskám. Hát engem sem humorom miatt szeretnek. Egy ilyen háti táskám van. Ezt még Bécsbe vettem, mert képzeljétek el, amilyen szerencsétlen vagyok, tudjátok. Mentem Bécsbe, és persze, hogy pont a vonatút fele elszakadt a táskám, szóval ott vennem kellett egy újat. Nagyon örültem neki, erre akartam elkölteni a pénzem, de mindegy, de a lényeg az, hogy nézzük, hogy mi van benne. Tudjátok, az nagyon fontos, hogy egy embernek jó illata legyen, főleg az én esetemben, aki mindig bűzlik. Elfogyott nemrégiben a parfümöm, ezért most mindig hordok a táskámon magamnál egy ilyen kis légfrissítőt, ugyanis ennek nagyon kellemes az illata. Ah, nagyon jó leső, szóval ma már fürödnem sem kell, ezt nagyon-nagyon szeretem, valamint tudom azt is, hogy sokan szeretitek a gyertyákat. A parfümöm leesett. Szóval gondolom, hogy rajtam kívül sokan szeretitek a gyertyákat, én is nagy rajongójuk vagyok, és nem csak azért pildiszkod az orrom. És nem csak azért, mert lángolnak, és szinte bármit el tudnának égetni a lángjaikkal. Jaj, mi történt? Hanem azért is, hogy meglegyen a csíje a dolgoknak, és ezért is raktam bele egyet a táskámba, csak egy kis aprót, hogy meglegyen ott a harmónia. Ezt szoktam a táskámba tartani, ezt aputól kaptam még. Hát karácsony előtt, én nagyon szeretem, mert ilyen ultra nagy lángra lobban, hogyha meggyújtom. Szóval ja, ez is ott szokott lenni, valamint egy kis tanulnivaló, az mindig jó olyan, hogyha van nálunk egy kis tüzelő, hogyha esetleg nincsen, amit meggyújtsunk. És ja, nekem ezek vannak a táskámban, írjátok meg lent ti is, hogy nektek mi kommentben. Ezek voltak Attila Beauty konyha percei, sziasztok! Zozó volt már az új lakásodban? Természetesen nem, és nem is tervezem, hogy meghívom. Szerencsére még sikerült előle eltitkolni a címet, szóval nem is szeretném neki ezt so... Bocsássatom, meg most rendeltem új állványt, aztán várom a postás. Persze, hogy videózás közben, na várjatok itt egy pillanat, mindjárt jövök. Egyszer jön hozzám valaki, akkor is videózás közben. Nyitom már, nyitom, nem kell megőrülni, itt vagyok. Hát halló, halló, uncsi, azt hitted, hogy elbújhat előlem Zozóan, nincs menekve, és az alapján a... Hát nem igazán kellemes szagod alapján simán megtaláltalak. Hé, hey, most fogom. Nem. Fennakadtam. Milyen jégkori trükköket tudsz? Aki követ Instán, az láthatta, hogy mostanában puk. Remélem, de most megjelentek ezek a képek, és be tudtam őket szerkeszteni. Nagyon szeretek korizni járni, ez lett az új kedvenc sportom, mert igen, eléggé furán hangzik a sport és én egy mondatban, de nagyon szeretek korcsolyázni, és készítettünk pár felvételt, hát az eredmény magáért beszél, nézzétek! Ja, nem mondom azt, hogy én leszek itt a legnagyobb korimester a világon, de hogyha szeretnétek esetleg egy koris videót, vagy valami ezzel kapcsolatosat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és meglátom, mit teltek itt az ügy érdekében, és ja. Hogy néz neki Pudingnak egy napi vlogja? Hello, emberi lények, itt megint királynőtök jelentkezik, és a mai téma nem más, mint... Várjatok csak.
Már megnézzük a üres zsaruk, mondta, hogy húzzatok el a házam tájékáról. Ma megosztom veletek egyik legtitkosabb vágyamat. Fú, ennek nagyon fura szaga van megint, de finktes szolga. Na mindegy, szóval az én egyik legtitkosabb vágyam az, hogy egy kukac legyek. Jaj, de jó is itt mászni itt a sötétségben. Olyan sötét, mint szolgács feje. Hát igen, nem véletlenül hívnak engem Pudingnak, az álcázás mesterének. Bú. Enni vagy nem enni? Ez itt a kérdés. Om nom 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 nom. Jaj, bassza meg viszket az oldal. Na jól van, akkor most bujocskázunk. Háromig fogok számolni és elbújok. 1, 2, 3. Elbújtam. Te is takarodjál már elé, de mit hiszel, ki vagy te? Itt egy királynő vonulát. És ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen és szeretnétek még ilyet, akkor nyomjatok rá egy lájkot, valamint írjátok meg lent azt kommentben, hogy melyik volt a kedvenc jelenetetek, és hogy milyen videót látnátok legközelebb szívesen. Én Attila voltam, nagyon remélem azt, hogy jól telik a napotok és az egész hetetek, és most már mentem, hamarosan újból találkozunk, sziasztok! Mi van? Megijedtem, mert mindig megijedek. Szóval elfogyott a parfümöm, ezért mindig hordom. Lám, rám rövel. Mi az itt? Ez itt egy ilyen masina?